Már nem titok, hogy miről beszélt a két 2008-as vendéglői találkozón Labort Sándor és Portik Tamás, de első olvasásra a jegyzőkönyvek nehezen dekódolhatók. Ami azonban félreérthetetlen, a Portik Tamás szándéka, hogy felajánlja szolgálatait a szolgálatoknak az MSZP 2010-es választási győzelme érdekében. Felajánlott a baráti köre és 100 000-es látogatottságú internetoldalai segítségét, valamint a maga 24 órás készenlétben állását bármely esetre. Labort Sándor azt mondta, érdekli az a felület, ahol politikusok, bírók, ügyészek és rendőrök valamilyen módon befolyásolva vannak, mint mondta. Például kábszerrel, vagy akár kuplerájba is el lehet vinni őket. Az elmúlt 20 év egyik legsúlyosabb politikai botránya az, aminek az első felvonása ma napvilágot látott. Elfogadhatatlan számomra az, hogy valaki úgy gondolja, hogy a segítség lehet bármelyik politikai pártnak, hogyha másikat, a másik felet, az ellenfelet ilyen módon bárki is lejárassa. A tény az, és az elmúlt 5 év politikájának a története ezt bizonyítja, hogy Portik semmilyen védelmet nem kapott, másrészt pedig semmilyen fideszes politikussal szemben nem indult lejárató kampány. Na Máté, mind gimnazista, a felnőttek világát. Most egy kicsit megismerhetted. Hát, gonosz világnak tartom, főleg ezt a politikai erőteret, és nekem nagyon érdekesek voltak így a reakciók is, ugye miniszterelnök úr is erkölcsi kérdésnek tekintette ezt, és nekem egyébként az nagyon tetszik, hogy az erkölcs mint egy új színfolt megjelenik a politikában. Ez nagyon jó. Viszont nekem, ami elsőre így érdekes volt, hogy miért pont most, és miért pont csak ezt az egy ügyet nyitják ki, vagy kutakodnak utána, szerintem ez egy érdekes dolog. Professzor úr. Igen, tehát én mindig azon gondolkozom, amikor az emberek meghallják, hogy titokminiszter, hogy mit csinál a titokminiszter, milyen titkai vannak az államnak ahhoz képest, amilyen a magánembernek van, mert ugye szennyesen mindenkinek van, és az igazságnak nem természete az, hogy önmaga szerint, definíció szerint kiderül. Az igazságnak utána kell menni. Ez egy olyan eset, ami nagyon bonyolens, és ugye a jogászok tudják, hogy itt tényleg minden szónak van jelentősége, és akkor lehet nekifogni szerintem teregetni, amikor viszonylag tiszta az ügy. Na most ettől nagyon messze vagyunk. Tehát attól, hogy lássék az akár a bizottságban, akár a jegyzőkönyvek alapján, hogy mi történt, ettől nagyon-nagyon messze vagyunk. És megmondom őszintén, nem tudom, hogy az átlagember erre hogyan reagál, de ideges lesz tőle, az egészen biztos. Isten. Hát ennek nem az a feladata, hogy tisztázódjon bármikor is. Igen. Ez egy lap volt a Fidesz pakliában, nem tudták még pontosan, hogy mikor fogják kicsapni az asztalra. Azt kérdezte nagyon okosan, hogy miért pont most. Ugyanis, bocsánat, az talán nem mindenki tudja, ez egy hangfelvétel, amit jegyzőkönyvbe vettek, amit iktattak, amiről lehetett tudni, hogy majd megtalálják egy valószínűleg Fidesz győzelemmel záruló választás után. Tehát lett volna idő. A Máté azt mondja, miért pont most? Hát én is ezt kérdezem. Én szerintem. Én óvatosan szeretném megkérdezni, igen? Hogy ki vette ezt föl? Mert ugye a titkosszolgálat Laborc kezelte a diktafont, igen, aztán ott tartotta a hivatali holmiai között, ezt ott hagyja, legépelteti, ott marad, és aztán puff, az orra elérántják egyszer, igen, csak a megfelelő pillanatban. Igen, de annak idején, amikor a Dajcs Tamás nagymamáját megfigyelték, akkor éppen Simicskáról tereltek, vagy valamivel, nem emlékszem, valamiről tereltek. De most annyi mindenről kéne terelni, hogy éppen erről van szó, hogy most sok mindenről kell terelni, és ezért úgy gondolták, hogy kirakják ezt a kártyát az asztalra. Egyébként nem hiszem, hogy ez különösebben erős kártya volna. Ami viszont a miniszterelnök úrnak az erkölccsel kapcsolatos megszólalását illeti, az nekem nagyon tetszik, tudnilik. Eszembe jutott az Erkölcsös éjszaka című film, amiben a madám azt mondja az egyik lánynak, hogy te úgy nézel ki, mint egy kurva. Hát ez nagyjából ilyen volt Orbánnak ez a megszólalása. Természetesen az ember gondolhatja úgy néha napján, hogy a szervezett alvilágnak és a kormányzati szintnek a találkozása nem feltétlenül kívánatos, de hát egyébár itt esetünkben mégiscsak egy bűnüldöző találkozott egy bűnözővel, ami bűnüldözés esetében utolérést követően mégiscsak előfordulhat néha napján. Na most ők az utolérést követően megszüntették a szaladgálást és leültek a menzában ebéd, de amit én szintén megértek. Egy jó menzában. Tudnélik 990 forint egy menü.
Na most, hát én nem hiszem, hogy a titok miniszternek is olyan sok pénze volna, ugye az üldöző bűnöző, hát honnan, hát leültek, ott 990 forintért ettek egy merül, elbeszélgettek egymással, de még annyit hadd tegyek ehhez az egészhez hozzá, hogy a szervezet alvilág és a kormányzati szféra közeledését leghatékonyabban úgy lehet, csak elméletileg mondom, leghatékonyabban úgy lehet kivédeni, hogyha maga a kormányzati szféra válik szervezett alvilággá. És akkor nincs ez a gond. Kati? Az a fura ebben az egészben, hogy olyan készségesen állunk szíves rendelkezésükre, tehát hogyha az a téma, hogy Portik Laborc, akkor 3-4 napja az összes híradás, az összes háttérműsor ezen rugózik, tehát hogy oda nyújtják a csalit, és az összes pont így hopp, bekapja, és egyébként persze valóságosan megbeszélendő, hogy kell-e a titkosszolgálat vezetőjének randizni a személy szerint neki odafáradnia egy ilyen titkos találkára, még hogyha egy ilyen látszólag nagy hallal, vagy valóságosan nagy hallal is van dolga, hogy majd jól megmondja neki a rendőri korrupciót. Hajlok rá, hogy abban mindenkinek igaza van, Gászécsi Andrásnak, meg az összes többi embernek, aki erről szólt, hogy valóban talán nem neki kellett volna ezt megbeszélnie, de hogy mi beszélünk a semmiről készségesen egy hete, most is folytatjuk ezt, attól én azért le vagyok nyűgözve. A legtöndöribb a feleségem volt, hogy ugyanis összekeverte Portikot Portis Lajossal. Azt mondja nekem, szegény Portis Lajos, hogy kevertem bele? Mondom, nem a Portis, ja, az ki? Mondom, nem érdekes. Na, az én megjegyzésem az azt hiszem az a legfontosabb az összes közül, amit most én mondok, teljesen nyilvánvaló. Ugyanis én írtam könyvet a prostitúcióról. Írtam könyvet a pornográfiáról, és én ezt a világot ismerem. Na most az, hogy a titkosszolgálat vezetőjének Portik felajánlja a kupleráját, meg felvételeket, hát elnézést kérek, én jártam egy csomó masszázszalomban, rengeteg luxus kurvától a útszéli prostikig mindenkivel beszéltem, mert már ugye ez a riporter dolga. Én fejből meg tudom mondani, hogy ki jár a vezető politikusok közül szadomazó stúdióba, ki pedofil, ki, hát most a szeretőkről írtam. Meg kell mondanom, hogy a KDNP képviselőcsoport a legaktívabb ebben az ügyben, a Isten haza család, meg a szerető. Na mindegy, szóval döbbenet. Szóval miért kell ehhez Portik, amikor mindenki tudja, aki ebben a világban egy kicsit ismerős, ki a kisfiúkat szereti, ki a lányokat, ki csalja 20 éve a feleségét, ki fiúkat csalja, ki ezzel, ki azzal, ki az, aki minden héten megkorbácsoltatja magát. Ilyen is van. Lehet jelentkezni korbácsolni politikust? Tehát magyarán, hogy a magyar parlament tele van ezekkel az emberekkel. Úgy, ahogy a való életben vannak az aberráltak és a hűtlenek és összes többi, ezek ott vannak. Mit kell itt nyomakodni? Nem tudom, nekem az jött eszembe, hogy még a kommunista időkben is, amikor a titkos szolgálatnak azt mondták, hogy konspirálni kell, akkor biztos, hogy jobban tudták, hogy ez elemi kettes fejezetben lévő dolog, hogy ilyen ügyekben nem megyek bele. Tehát a prostitúció meg az alve, vagy összekötővel megyek oda. Tehát nem ő maga, nem a teteje. Nem, ez komolytalan volt. Igen, tehát. Én egyébként a te nagyívű sztoriddal kapcsolatban azt mondanám, hogy lehet, hogy ezeket viszont jó ízűen elmesélik azok a lányok, akik valami érdekeset akarnak magukról mondani. Diszkrétek ők. Én egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy nem óvatosabbak ezek a politikusok. Én szerintem nem kurvákhoz. Nekem az a... Pontosan lehet tudni, most figyelj, ki kábítószerezik, szerezik, és még egyszer mondom, ki kisfiúkat szeret, ki kislányokat szeret, ki homoszexuális, a parlament tele van ilyen figurákat, de ezt mindenki tudja. Csak hittem, eddig gondoljuk végig, hogy az elmúlt 20 évben kiről derült ki, mondjuk csak az egy apróságot mondok, hogy csajozik. Hát a Kovács Lászlóról írták meg valamilyen furcsa módon, meg a Dajcsról. De érdekes, hogy senki nem kábítószerezik, senki nem meleg, itt senki nem csalja a feleségét, tehát ki ez a hülye, aki ezt elhiszi? Úgyhogy Máté, nem készülsz politikusnak? Mert látod, hogy milyen nehéz pálya ez? Hát nehéz pálya, nem is tervezem. Egyébként nekem egy másik dolog is eszembe jutott ezzel kapcsolatban, ez, hogy miért pont ezt az aktát feszegetik. Én úgy gondolom, hogy ha már egyszer elindulunk egy erkölcsi vonalon, ami szerintem egyébként jó dolog, tehát ez szerintem továbbra is
egy jó út lehet, akkor miért nem nézegetünk bele mondjuk esetleg a szocialista, kommunista aktákba is, mert szerintem ott is tudunk új és érdekes információkat találni. Hát én is csak a hűtlen képviselőkről, meg a kábítószeresekről beszéltem, és akkor még ott vannak az ügynökpajtások. Ma Mátének ebben is igaza van. Hát hiszen itt ugye miről volt szó, a zsarolásról. Márpedig 20 éve ez a legfelkapottabb munkakör, zsarolni politikusokat az ügynöki múltjukkal, nem Pista? Ez teljesen nyilvánvaló, hogy így van, és azt hiszem, hogy az egész ország szégyene az, hogy ebben a dologban még gyakorlatilag semmi sem történt, tehát hogy az ügynökökkel kapcsolatos egész hókusz-pókusz olyan állapotban van, ami minősíthetetlen. Most ezek után egyáltalán az erkölcs szót a szájunkra venni, abszolút. Az újdonság erejével hat. Nézzük a következő filmet.